Idézek önöknek a heti válaszban megjelent Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter jegyzetéből, amiből már az előbb pár gondolatot hallhattak. Úgy döntöttünk, elérjük azt, amire 500 éve nem voltunk képesek, fejlett, gazdag és boldog európai nemzetté válunk. Döntésünk szerint a 2025 és 2035 közötti időszakban kell elérnünk a felzárkózást, különben elakadunk. 2030-ra szeretnénk elérni az akkori európai fejlettséget és életminőséget. Róna Péter a vendég. Igen, jó estét kívánok! Ez most jó hír vagy rossz hír? A 18 évnek egy kicsit rossznak tűnik, hogy túl távolinak tűnik, de azt írja Matolcsy György, hogy ennek már most letették az alapját. Hát én ehhez nem tudok hozzászólni. Tehát én, az én fülemnek ilyen dolgokat egy meghibbant ember mond. Ennek nincs semmiféle alátámasztott valóság alapja. Ezzel szerintem nem tudok mit csinálni. Már miért lenne meghibbant? Azt mondja, hogy egy időszak eredményeihez vezető döntéseket az időszak legelején szokták meghozni, és már meghozták. Tehát, hogy most elindultunk a boldogság és a gazdagság felé. Amit én látok, amit ők meghoztak, mint döntést, az szégyent és nyomort hozott az ország nyakába. Ilyen elszigeteltségben Magyarország már nagyon régen nem szenvedett, mint most, és a szegénység, a nyomor nő és terjed. Ez a helyzet. Na most összeállítottak egy úgynevezett nemzetgazdasági programot, amelyhez fűződő 2012-es költségvetés az összeomlás szélén áll. A 2013-as költségvetés, amit ma megszavaztak, pedig értelmezhetetlen és felmérhetetlen. Ez az, amit eldöntöttek. Bejelentették, hogy lesz 1 millió munkahely. Arról most már keveset beszélünk. Ezzel szemben az első negyed évben ugye 27 ezer munkahelyet veszített a versenyszféra. Bejelentették, hogy csökkenni fog az infláció, ezzel szemben 5% fölött van az infláció. Tehát én nem tudom, hogy Matolcsy úr milyen döntésekről beszél, amelyek az általa felvázolt jövőre utalnának. Én csak azt látom, hogy semmiféle növekedési pálya nem észlelhető. Az eladósodás nem úgy csökkenni fog, hanem nő. Az IMF-fel való tárgyalások abban az állapotban vannak, amelyek közismertek. Lesz, nem lesz, ki tudja, ki mit hát akar. Lesz. Ki tudja, hogy lesz-e. Hát 17-én biztos, hogy történik valami. A miniszterelnök úr a 17-i eseményeket úgy vezette fel a magyar közvélemény számára, hogy azon a napon az IMF és az Európai Unió delegációja bedől az ajtón, beesik. Azt mondta, hogy bármikor beeshetnek. Beesett az ajtón, igen, és egy pár napot itt fog tölteni, hogy szaglásszon. Ön szerint akarjuk mi egyáltalán ezt az IMF hitelt? Én szerintem a helyzet a következő. Teljesen világos miniszterelnök úr és gazdasági minisztere számára, hogy az általuk felvázolt gazdaságpolitika csődöt mondott. És a csőd szélén áll. Na most ehhez kell egy bűnbak, hogy ezt a helyzetet kezeljék. A bűnbaknak két szerepe lehet. Az egyik az, hogy hátraharcot fújnak, és egy egészen más gazdasági pálya összeállításához kezdenek, és akkor elmondják, hogy hát ezt nem az ő saját jó szántékukból csinálták, hanem ezt Magyarországra erőltette a valutalap és az Európai Unió. Ez az egyik lehetőség. És akkor van tárgyalás, van hitelmegállapodás, és van egy új gazdasági pálya, amit behet. És van bűnbak is. Az IMF-et és van bűnbak. Olyan nagyon nem fogja zavarni, hogy nem, ő most ezt hozzá van szokva. Mondják. Igen. Ez egyik kimenet. A másik kimenet pedig az, hogy nincs megállapodás, óriási gondok vannak, de hát azért vannak a gondok, mert ismét a miniszterelnök úr szavait használva, a rohadt nyugati világ betett Magyarországnak. Tehát
Tehát vagy így, vagy úgy talál magának egy bűnvakot, hogy most milyen formában alakul ez a kérdés, azt valószínűleg még ő sem tudja. Tehát elindul egy tárgyalási folyamat, van egy nemzetközi helyzet, ami szintén nagyon képlékeny, tehát ott is kérdések vannak, és akkor, ahogy a dolgok fejlődnek és alakulnak, meglátjuk, hogy az első, vagy a második irányba mozdulunk el. Hát mind a kettőnek óriási veszélyei vannak. Az egyiknek, az első variációjának én a politikai veszélyét látom a Fideszre nézve, tehát lehet bűnbakként felhozni az IMF-et, de az egyúttal elismerése is annak, hogy bizonyos gazdasági döntések, eddig meghozott intézkedések tarthatatlanok. Igen. Lehet mondani, hogy mert az IMF szerint, na de az IMF meg nyilván nem azért kéri, mert szeretné ezt az országot csődbe juttatni. Tehát, hogy az akkor a saját gazdaságpolitikájuknak és azon belül a hibáknak a beismerése lenne. Ön szerint ezt a kormány felvállalja? Én szerintem, őszintén szóval nem tudom, hogy mit fog felvállalni. Én nem tudom kiszámítani ennek a kormánynak a gondolkozását, nem tudom elemezni a gondolkozását. Nyilvánvaló, hogy ez a viselkedési mód most már nyilvánvaló, hogy nem célra vezető. Ez a helyzet, ugye? A magyar gazdaságnak van egy nagyon-nagyon súlyos gondja, amit nem az Orbánék hoztak létre, ez a rendszerváltás óta húzódó gond, és ez arról szól, hogy a magyar gazdaság hozzáadott értékteremtő képessége leépült. Uh-huh. Na most ezt úgy csináltuk, hogy az magyar gazdaságpolitika elméletében teljes, tehát minden párt gondolkodásában a fejlődés titka az olcsó bér, amitől olcsó bértől versenyképesek leszünk, és az olcsó bér miatt ide fog jönni majd a tőke. Tehát hozzuk, csalogassuk ide a tőkét, adjunk neki mindenféle támogatást, és ha ezt a tőkét az olcsó bérrel kombináljuk, akkor meg lesz a fejlődés. Óriási tévedés. Rossz a modell. A mai világban a világgazdaság nem erről szól, hanem a tudásról szól. Nem a bérek csökkentéséről szól, hanem a termelékenység, a teljesítmény növeléséről. Tehát a magyar gazdaságpolitika, szociálpolitika, oktatáspolitika, az egész politikai rendszer a társadalom teljesítő képességének a csökkentését szolgálta az elmúlt 20 évben. Az elmúlt 2 évben ez drámaian megnőtt, a magyar társadalom teljesítő képességének a lerombolása óriási mértékben megnőtt. Na most ennek következtében már ez a gazdaság nem tud teljesíteni, nem tudja kitermelni azokat a forrásokat és javakat, amelyekből egy társadalom méltányosan, normálisan, kielégítően meg tudna élni. Hát, hogy itt baj van a jelen helyzetünkkel, és hogy például a munkahelyeket meg kell védeni, arra már van egy munkahelyvédelmi programunk. Ennek ugye több eleme van, az imént még újabb számokkal lepett meg minket Szekeres Imre, hogy honnan várható ide bevétel a munkahelyvédelmi programba. De hát az egyik fő eleme ez a bizonyos tranzakciós adó, ami egyre kevesebbet várunk a lakossági üzleti tranzakcióból, és hát ez a két pillér a bizonyos Magyar Nemzeti Bank tranzakciós adója és az államkincstár tranzakciós adója, hát ez pedig ilyen még nagyon sokak számára érthetetlen. Segítsen nekünk a megértésbe. Sajnos nem tudok a segítségre lenni. Akkor most se lettem okosabb. Akkor menjünk sokkal. MNB tranzakciós adó, az mondjuk öntől is hallottam, már nyilatkozott, hogy effektíve törvényellenes.